mivel kezdjem, és közben jutott eszembe igazán az a két szó, ami veletekkel kapcsolatban megfogalmazódott, amióta itt vagyok. Az egyik a megtiszteltetés, hogy itt lehetek köztetek, és valóban olyan tudós emberek is vannak itt, akik magyarságukra büszkén olyan eredményeket értek el, ami a világszínvonalat képviselik. Tehát ez a megtiszteltetés. És a másik pedig a meghatottság, hogy láttak titeket itt ennyien. Tényleg szinte könnyek szöktek a szemembe, mert azért ez nagy dolog, amit itt csináltok. Tehát gratulálok hozzá, és csak sikert kívánok a jövőre nézve is. Picit szeretnék nektek beszélni az én hátteremről, hogy megértsétek a motivációimat. Tehát én az egyetem után, én a Corvinus Egyetemen végeztem, és az egyetem után az MTA, a Világgazdasági Kutatóintézetében voltam kutató, aki a közép-európai gazdasági átalakulást mutatta majdnem 20 éven keresztül. Úgyhogy ez volt az én kedvenc témám, hogy hogyan illeszkedik be az új Magyarország az új nemzetközi világrendben és a világgazdasági kapcsolatokban. Majd ezek után az utóbbi 5-6 évben én a Budapesti Gazdasági Egyetemen voltam tanszékvezető, a Nemzetközi Kereskedelmi Tanszéket vezettem a külkereskedelmi karon, és emellett az egyetemnek a nemzetközi igazgatója voltam, akinek az volt a feladata, hogy az egyetemek a hallgatói és tudományos kapcsolatait fejlessze. Student exchange-ekkel, professor exchange-ekkel, közös research-ökkel, olyan országokkal és olyan egyetemekkel, akikkel lehet és érdemes. Nyilván ugye Magyarország helyzet egy kicsit determinálja azt, hogy mely országokkal tud könnyebben tudományos kapcsolatokat kialakítani, és az utóbbi években ez azért kelet felé mutatott. És azt hiszem, hogy elég nagy sikereket értünk el, és ami a legfontosabb, hogy megtanultam egy nagyon fontos dolgot, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát magának a technológiáját, hogy egy egyetem, az hogyan tud nemzetközi kapcsolatokat fejleszteni, milyen outputot kell letenni az asztalra, és mi az az eredmény, amivel meg lehet győzni más egyetemeket, hogy velünk érdemes együtt dolgozni. Ugye ez általában kutatási eredmények egyébként, vagy egy közös publikáció, vagy ehhez hasonló dolgok. Úgyhogy én ezt imádtam, és ezt csináltam az utóbbi években. Tehát ez engem, hogy I'm excited, szóval nem tudom magyarul máshogy mondani, de valóban ez az, ami megfogalmazódik bennem. És akkor közben én egy évet Washingtonban töltöttem a családomat, 2013-14-ben a SAIS, annak a Johns Hopkins Egyetemnek a Nemzetközi Tanulmányok Intézetében, és ott tanítottam, és Közép-Európával kapcsolatos kutatásokat végeztem, ez egy osztrák ösztöndíjnak a keretében zajlott. Tehát ez az én, hogy mondjam, tudományosnak tekinthető hátterem, és ez azért fontos, mert a továbbiakban is én egy picit, annak ellenére, hogy diplomata vagyok, ugye ez egy kicsit más kalap, mint az eddigiek, ezért én továbbra is azzal láthatom magam, hogy azért én a tudománynak a szolgája vagyok, és a tudomány embere vagyok, és ez meg fogja határozni az én munkámat is a jövőben, azt gondolom, és ez átvisz engem a második fontos kérdéskörre, hogy mit szeretnék csinálni, és mit szeretnék elérni. A tudományos és technológiai szakdiplomatának az az óriási előnye más diplomatákkal szemben, hogy viszonylag nagy mozgástere van, ugyanis két minisztérium felügyeli, tehát két gazdája van, és mind a két gazda azt szeretne, hogy eredményeket mutasson fel. Az egyik a külügyminisztérium, a másik pedig a mindig aktuális innováció és felsőoktatással foglalkozó állami gazgatási szervezet, ugye ez most az innovációs minisztérium. És akkor innentől kezdve jön az én szerepem, hogy ha kitalálok jó dolgokat, akkor azt végrehajthatom. És én ezt szeretném csinálni. Tehát jó dolgokat kitalálni, kreatív ötletekkel előjönni, és azokat hatékonyan megvalósítani. És ezek a hatékony megvalósítások három területet ölelnek fel. Az egyik az egyetem. A tágan értelmezett egyetemi és az akadémiai szféra. Hogy legyen több student exchange, legyen több professor exchange, legyenek joint researcher, amik előre viszik ezt a tudományos kapcsolatépítést az Egyesült Államok Felsőoktatási Intézménye meg Magyarország között. Ugye ebben az az én, hogy mondjam, előnyöm vagy adottságom, hogy ismerem az összes otthoni egyetemet, és mivel egy évet eltöltöttem az Egyesült Államokban, ismerek egy csomó kutatót. És az elmúlt három évben én azt hiszem kb. 15 tudományos konferencián voltam az Egyesült Államokban, tehát elég sok embert ismerek. Alapvetően nyilván a társadalomtudományok területén, de azért a társadalomtudomány is tudomány remélhetőleg. Bár sokan szeretnék azt mondani, hogy azért
az nem olyan, olyan soft science, de, de azért én mégis azzal látom magam, hogy azért ez sem olyan rossz. De a lényeg az, hogy értem a tudós embereket, akár a társadalomtudományokban, akár a természettudományokban, vagy élettudományok területéről jönnek. A második terület, amire szeretnék fókuszálni, az a, az a startupok, az, az innovatív cégek. Nyilván az a vonulata, hogy az otthoni innovatív cégek valahogy ide tudjanak kerülni, és megtanulják, hogy mit is kéne csinálni, hogyan kéne eladni a termékeiket. Ugye ez nagyon nehéz dolog, és nagyon sok kudarcos esemény volt már ezzel kapcsolatban, de azért vannak ígéretes jelek. És a harmadik terület, ami tulajdonképpen ennek a kettőnek a kombinációja, az az egyetem és az ipar közötti együttműködés. Tehát, hogy hogyan adja el az egyetem az innovációs eredményeit. Mert ebben sajnos mi magyarok otthon úgy tűnik, hogy nem vagyunk túl erősek. Itt viszont az Egyesült Államokban az egyetemeket borzasztóan jó. Azt szeretném, hogyha ebben egy picikkel tudástranszfer az eddigiekhez képest hatékonyan lenne, tanulják meg a magyar egyetemek, hogy hogyan kell innovációkat eladni, piacosítani. Tehát ez lenne még az a fókusz, amit nagyon-nagyon szeretnék a következő időszakban tervezni. És akkor a harmadik pont, és ezzel zárom a beszédemet, mert nem én vagyok a főszereplői, hanem nálam sokkal kátermettebb tudós ember. De ez a harmadik pont pedig az, hogy konkrétan veletek Bostonnal, bostoni magyarokkal kapcsolatban már elkezdtünk beszélni, és rendkívül gyümölcsözőnek tűnő beszélgetés indult el, hogy mit tudnánk közösen csinálni, és valóban, hogy én tudjak nektek egy kis támogatást nyújtani. Ehhez az kell, hogy fogalmazzátok meg, hogy mire van szükségetek, és én az eszközeimmel ezt támogatni fogom. És jönni fogok hozzátok többször és sokszor, és dolgozunk együtt, találjunk ki dolgokat. Tehát ez az a három pont, amit így bemutatkozásként szerettem volna nektek elmondani. És még egyszer, tehát a megtiszteltetés és a meghatottság az, ami a szavaim mögött megjelenik. Köszönöm szépen, hogy szólhattam hozzátok.